történelmi felvonulással kezdődött az első salgó-tarjáni nyári játékok június 24-én késő délután. Az ötnapos multidéző rendezvényt városunk önkormányzata és a Salgó-tarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg. A látványos felvonulás után a főtéren óriás bábosok, zászlóforgatók és kardvívók szórakoztatták a közönséget. Mindent láttunk, a bevonulástól kezdve, a lovas felvonulásokat végig, aztán láttuk a zászlóvivőket, a gólyalábasokat, azok is nagyon aranyosak voltak. Tetszenek, és nagyon jó, hogy egy kicsit mozgalmas Tarján. Nagyon szeretem, mert én történelmet mióta iskolába jártam, még általános iskolát a középiskoláig végig, én imádtam a történelmet, és nagyon szeretem, hogy fölbírjuk még mai napig is eleveníténe a régi történelmi korszakot az országunkban, ami történt, és a mai fiatalok is vevők rá szerintem, örülnek a török katonáknak, meg nagyon szép. A multidéző rendezvényen a királyi udvarok ünnepi zenéje is felcsendült. A rendhagyó történelem órába a nézőket is bevonták. A legkisebbek a középkori fegyverekkel ismerkedhettek meg. A nagyobbak szereplőként kapcsolódhattak be a látványos játékokba. Nekem ezek a régi középkori játékok nagyon tetszettek, el is raboltak engem a törökök. Érdekes volt. Hát nekem nagyon tetszik minden. Szórakoztató és tetszik. De én a Berecki meg a Szinetár Dóra koncertjét várom nagyon. Elsősorban szerelmes dalokat énekelt Szinetár Dóra és Berecki Zoltán. Az ismert párosnak nagyon sokan örültek. Óriási sikere volt a Tűzzsonglőrök produkciójának is, a Szent Ivánéi tüzet pedig késő este városunk polgármestere gyújtotta meg. A salgó-tarjáni nyári játékok első napját, a szerelmesek éjszakáját reneszánsz táncház zárta.